A saját házában támadt rá az áldozatra az erőszakos férfi, együtt iszogattak, a bort nem sokkal korábban a támadó vitte magával. Végigfigyelt arra, hogy az áldozata sokkal többet igyon, mint ő. Amikor már eléggé lerészegítette a házigazdát, kihasználva annak kábultságát, elkezdte átkutatni a házat. A sértett egy pillanatra kihozanodott, ekkor bukott le a vádlott. Egymásnak estek, majd dulakodni kezdtek. A sértettet, aki egyébként 79. életévét betöltött idős személy volt, lábánál fogva a földre rántotta, és a földön legalább háromszor ököllel orrba ütötte. Ennek következtében a sértettnek az orrcsontja eltörött, tehát 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. Az áldozat felállt a földről, és kizavarta a házból a támadót, az viszont, ahogy kilökték a kapun, betörte az ajtó ablakát, és kinyitotta a zárat, majd visszalépett az ingatlanba. A saját házában megtámadott idős férfi akkor akarta rúgni a támadót, az viszont elkapta a lábát, és újra ütni kezdte a földön fekvő áldozatot. Végül több mint 240 000 forintot elvitt a házból. Az ügyben májusban hozott elsőfokú ítéletet a bíróság, akkor 9 év börtönt kapott a vádlott, ő viszont enyhítésért fellebbezett. A brutális támadás és rablás végére most tett pontot a másodfokon eljáró szekszárdi járásbíróság. A bíróság a vádlottat különös visszaesőként mondta ki bűnösnek. Idős koránál fogva bűncselekmény felismerésére korlátozottan képes személyisérelmére elkövetett rablás büntettében, magánlagsértés büntettében, testi sértés büntettében és több rendbeli lopás vétségében is. Az idős férfire támadó vádlottnak ezért 9 évre kell börtönbe vonulnia, ahonnan feltételesen sem bocsátható szabad lábra.